És az adás elején már Gulyás Józseffel is volt Nemzetbiztonsági Bizottsági taggal, szabaddemokrata politikussal beszélgetünk erről a témáról, és csak azzal tudom a mostani beszélgetést is kezdeni, amivel azt a beszélgetést, hogy én úgy elképedtem, szervusztok, jó estét kívánok, hogy ez most így még van. Én azt hittem, hogy ez már tényleg a régi idők sztoria. Hogy így szerveznek be kvázi zsarolással valakiket, én tényleg meglepődtem. Hogy a túróba szerveznének be, ha nem így? Nem tudom. Hát lehet másképp is azért, hát nem? Elvileg. Ez a világ titkosszolgálatainak bevett napi gyakorlata. Hogy zsarolással, hogy tudunk hát magáról valamit. Nehogy félreértés, és ettől ez még bűncselekmény. Meg ettől ez még mindenfélét lehet mondani. Meg legfőképpen azt lehet elmondani, hogy csinálja ezt mindenki, csak nem olyan hülye más, hogy lebukjon vele. Nem olyan ökör, hogy fölvágják. Vagy valaki a szokásosnál sokkal merészebb. Ó, annyira jókat mond, hogy nagyon szeretnénk hallani is. Addig ütögette Csintalan Sándornak a kezét, amíg levert a mikrofonját. Úgy visszateszem, mint a pinty. Igen, ezt megvárjuk. Ehhez is ért. És egyszerűen ehhez is ért. Hát tankönyv szinten van kiképezve. Köszönöm szépen, az elmúlt percekben a parlagfű mentesítésről mesélt nekünk. Senki nem hallotta, hogy mit mondott. Szóval meg lehet, nem igaz az én... mondtam, ugye? Na, ismétel meg nyugodtan. Jókat mondok. Szóval, hogy nem felejthető, amit mond. Igen, onnan indultam, hogy meglepődtem, mert hogy a kényszerítés, a zsarolás, a tudunk mi magáról valamit virágelvtárs, tényleg azt hittem, hogy ezek már ilyen idővel megszépített, groteszk, filmbéli története. Szóval én pedig azt mondom, hogy a világ titkosszolgálatainak ez a legtermészetesebb napi bevett gyakorlata. Nem szokás lebukni, nem szokás olyan ökörmódon dolgozni, hogy abból ügy lehessen. A titkosszolgálatok azért azok, amik, hogy titokban végezzék a munkájukat. Na jó, de hogyha egy újságíró annyira... És ezért nyúltam a Sanyihoz. No, vagy, én még nyúltál hozzám. Ezért nyúltam a Sanyihoz. Magam, hogy nyúltam volna. Valaki hihetetlenül bátor. Hát az illetőnek kell bátornak lennie, hát, hogy egy, nem engedi magát beszervezni, kettő, valahogy mégiscsak kiderül, bár nem tudom, hogy az érintett újságíró akart, vagy nem akart, hogy ez megjelenjen. No, szépeket mondani, múltkor se győztem olyan gyorsan fütyülni. Az a helyzet, hogy vélhetőleg a újságíró integritásában, személyiségében olyan mértékben bántódott meg, vagy olyan nyilvánosságot teremtettek mégiscsak ennek a történetnek, hogy olyan habverés volt, mert hát azért ez egy operettország, és azt gondolom, hogy ebből adódóan a titkosszolgálat és operett titkosszolgálat. Sőt, mint ahogy a terroristáink is operett terroristák. Na szóval mindegy, meg a hadseregünk is, meg ez az egész politika. Ebből adódóan azért én, és tényleg úgy gondolom, hogy ez a történet, ha nyilvánosságra került ennek, vagy az operett jelleg, vagy egy integritásán, a személyiségében oly mértékben megbántott ember az oka, hogy azt a kockázatot is vállalta, hogy azért mégiscsak lett ennek valamiféle nyilvánossága, mert itt ülünk és erről a történetről beszélünk. De már hogy kivállalta a kockázatot? Hát ő nyilván az újságíró is, az hogy beleállt ebbe a históriába, és nem hagyja ezek szerint. Nem biztos, hogy az újságíró akarta, hogy ez kiderüljön. Hát persze, vagy nem. Pontosan. De minden esetre akkor is egy kockázatos létformába keveredett, akárhogy is veszünk. Óriási kockázatnak van kitéve ma. Igen. De az egyáltalán nem biztos, Olgával tökéletesen egyetértek, az egyáltalán nem biztos, hogy ez az ő döntése volt. Hát az, hogy megtagadta, az biztos, az hogy igen, de az ugye napvilágra került. Ha megtagadta, pardon. Ezt biztosan tudjuk. Jó, Péter, ebben neked igazad van, ebben a stúdióban azt már mondtam, hogy az, hogy mi itt vagyunk, annak is csak 98%-os valószínűsége van. Gondolkodtam azon egyébként, hogy ezzel indítom ezt az egész históriát. Csak ugye az a baj, hogy az ember megzavarja az, hogy itt él ebben a városban, és ebben a pici operettországban természetesen mindenféle hírek, meg információk elkezdenek közölni, meg különben is forognak. Azt az ember azért érzékeli és tudja, hogy tekintettel arra, hogy a kormány körül politikai anarchia van.
tekintettel arra, hogy a kormány kiszolgáltatta, a kormánykörök kiszolgáltatták magukat egy részben a pénzpiacon, a gazdasági ügyei kapcsán, az úgynevezett keleti nyitás, az üzleti kapcsolatai kapcsán a világ egy jelentős részének, és tényleg olyan, mint a azokon a helyeken dolgozó hölgy, ezért felkeltette az érdeklődését adott esetben a titkosszolgálatoknak is. De ugyanakkor természetesen az újságíróknak is felkeltette az érdeklődését, hogy milyen kapcsolati háló, milyen üzleti érdekek és ezekhez kapcsolódó politikai érdekek jelentek meg a kormány környékén. Mert azt lehet tudni, hogy egy csomó újságíró dolgozik azoknak az ügyeknek a feltárásán, amelyek egyébként politikailag nem legitim módon, nem átlátható módon, nem tisztességes módon kötődhetnek a magyar kormányhoz, az én nemzetem kormányához. Jó, de akkor ezek az újságírók mind veszélyben vannak? Igen, folyamatosan igen. Veszélyben vannak. Igen, állandó veszélyben igen. Vannak. Egyben hangon igen. Állítjuk, igen. Igen. Én tulajdonképp többet nem hívlak. Tehát akkor mondd meg, hogy mondjak maga, hogy jöhessek még. Nem tudom, váltsunk témát. Beszéljünk arról, hogy szeretsz-e főzni, vagy szeretek. Szeretek. Csintalan jelenti rám a legnagyobb veszélyt, amiket így esténként mondom. Olga, nem te vagy veszélyben, természetesen. Jó, világos, köszönöm. Ez egyértelmű, tehát ezt azért érteni kell. Az ember addig van veszélyben, ha mondom egykori oknyomozó újságíróként, ha a tényfeltáró munkájának abban a szakaszában tart, amikor még nem tud érdemben publikálni, hanem még csak gyűjti az dolgozik. Anyagot, igen. Ez a logika is. Uh-huh. Addig... Jó, tehát akkor ennek az a célja, hogy meggátoljanak valamit? Egy ilyen nemzetbiztonsági kvázi beavatkozásnak, beavatásnak, az a célja, hogy az adott újságírót tehát hogy leállítsák hát arról, vagy a többi ügyről. Hát vagy az is lehet ez egyébként lehet a célja. Az is lehet a célja egyébként, hogy nyomára jöjjenek annak, hogy milyen úton, módon jutott információkhoz. Az is tehát, célja hogy kik lehet. A téglák? Tehát, hogy túl pontos információkat tudott mondjuk ez az újságíró, jelentetett meg a cikkeiben, és akkor azt feltételezik, hogy ehhez kell... Vagy meg nem jelent cikkeiben. Ehhez kellettek téglák. Akkor lehet, hogy az igazi célpont az újságíron keresztül az, hogy ki adott ki ilyen fontos infókat. A leglogikusabb az, hogy egyszerűen arra szerveznek be tucatjával, nem egyesével, tucatjával embereket, hogy informáltak legyenek, hogy a különböző ilyen típusú műhelyekben milyen munka folyik, kikre dolgoznak, hol tartanak, és így tovább. És tessék szívesen egy pillanatra visszaemlékezni arra, hogy beállt az Orbán kormány, és az egyik első gyönyörű, meseszép ötlete az volt, hogy majd a titkosszolgálatok minden szerkesztőségbe, inkluzíve televíziók, telepítenek egy rezidenst, és tulajdonképpen a balhé akkor tört ki, amikor kiderült, hogy annyira pofátlanok, hogy a tévével meg az újsággal akarják kifizettetni a rezidensnek a fizetését. Hát jó, jön a kém, de nem, hogy mi fizessük a térköltséget. Magukhoz nyúltak, és azt mondták, hogy ja, akkor nem. Ha nekem kell fizetni, akkor nem. Tehát az első ötleteik egyike volt, hogy így beültetnek. Az a baj, hogy egy darabig, amíg készültem, hogy jövök hozzád, ugye csak ezt a verziót tartottam érvényesnek, vagy lehetségesnek, nem mondjuk én ebben olyan nagyon művel. Már melyik verzió? Már azt, amit most a Péter is elmondott, ugye hozzátéve és súlyosbítva, akkor a történetet egy kicsit továbbfejtve, hogy ugye látható módon a jogalkotás is mondjuk ezzel a közigazgatási felsőbírósággal és egyebekkel, meg azzal, hogy egyre több titkosítás van, és minden törekvés arra irányul a kormánynak, hogy titkos adatok tömegét állítsa elő, illetőleg minél kevesebb dolgot lehessen megtudni, és minél többet lehessen titkosítani, hogy belül maradjon. Ebből adódóan egyre erősebb az a törekvése, hogy megállítsa a szivárgást, hogy az információ áramlást, mert azért csak kijutnak információk, és akkor el kell jutni a tégláig, és a többi, és a többi. Kriminalizálni akarja ezt a területet a kormány nyilvánvalóan, és egyébként azt akarja elérni, hogy ugye most a közszolgálati egyetemen majd indítanak egy szakot, ahol egyébként majd kiképzik azokat az újságírókat, hogy majd tudják, hogy hogyan kell az adatokat kezelni, és hogyan kell majd tényfeltárni. Lehetne Csaba fezetni. Nálunknál sokkal jobban fogják. Na most ez az egyik része a dolognak. De mi van akkor,
Mi van akkor, és ez a szempont, már ugye némiképpen érintettem az előbb, hogyha az a szempont is van, azzal együtt, hogy azért ez a piac ugye kicsi, és nincs nagy eltartó képességük a médiumoknak, de vannak kényes ügyek. Vannak kényes ügyek, nem egyszerűen csak az, hogy mit tudom én most mennyit költöttek erre, arra, vagy amarra, vagy tudom a kormány tartalék alapjából mit költöttek el, hanem kivel kezdenek el bizniszálni, mondjuk például a nemzetközi piacon. És kik jönnek erre rá, kik jöttek rá? Az oknyom az újságíró megy ide-oda, információkat gyűjt, találkozik emberekkel, összeszedi ezeket, ezeknek híre megy. És az oknyomozó újságíró adott esetben kényes területre téved, mondjuk olyan nagy bizniszek környékére, amit nagy országokkal, vagy kisebb országokkal, de hát sötét módon és maffia módszerekkel intéznek. Egyébként javarészt a rablás kedvéért. Sony, most ilyenkor... De ezek naponta megjelennek. Én azért nem értem ezt a logikát, amit te mondasz. Hát naponta megjelennek. Ebben a letelepedési kötvénybe. Tehát elolvassuk minden kedden és szerdán, az állam csak ráfizet, a Habony Árpád környezetével levő emberek pár tucat milliárdot keresnek. Csak azt engedd meg. Még mit tárjanak föl? Még azt engedd meg, azt képzeld el, engedd meg magadnak a vénségedre, hogy olyan dolgok is történhetnek, amelyek a rémálmaidat is alulmúlják. Hát igen, rémálnak, hogy ettől igen. Ez még lehetséges. Igen, de ez ráadásul egy 2015-ös történet, nem? Tehát, hogy valami olyan ügyről van szó, vagy akkor dolgozott ez az újságíró, vagy akkor és azóta is. Hát, én még egy szempontot hadd hozzak be. Azt, hogy amiben kérdezted, hogy de hogy kerül elő egy ilyen, hogy kerül felszínre nyilvánosan. Azért borzasztó fontos szempont ebben, hogy a dolgok hogy derülhetnek ki. Hogy ma már annyi titkosszolgálat van Magyarországon, mint égen a csillag. Már minden nagy főnök saját magának létrehozta a titkosszolgálatot. Kövér László van egy saját őrezrede. Nem a nemzetközi magyar, persze, én értem, mint mondod. A magyarról beszél. Én nem értem, persze. Jó, na, hát az Orbán Viktornak van egy tekie, amelyik teljesen különbözik, és így tovább, ugye? És ezek most tessék figyelni, ezek egymásra is dolgoznak, ám. Így van, Sanyi? Valószínűleg hát így van. Persze, hogy Matolcsi őrei megfigyelik a kövér őreit, a kövér őrei a... Nem figyelik, nem erről van szó, hogy figyelik, mert nem kell figyelni. Rádolgoznak. Arról van szó, hogy ott tesznek keresztbe egymásnak, ahol tudnak, mert féltékenyek egymásra, mert az a 15-20 nagy főnök, aki ebben a körben mozog, az 30 éve ebben a körben mozog, és egymás gyepálja. Hát azok már mindannyian kinyírták egymást kétszer, és újra kinevezték egymást háromszor. Hát mindenki ismer mindenkiről minden. Fogadjunk valami régi történetet jól kiszűnnek egymással. Hát, de hogy itt nem, egyébként még ráadásul fel is, és nem, azon rögtem egyébként, hogy tényleg így van ez, ugye most, hogy a digitális világ ennyire itt van, egy kicsit az anekdotikusnak hangzik, de picit tovább lépne a Péteren, hát akinek van egy eszköze manapság, akár ha mondjuk egy térfigyelő kamera mögött ül, el nem tudjátok képzelni, hogy azon nyomban nincs az ötlet. Először is mindenki szeret kukkolni. Tehát ez a legkisebb szintig is így van. Aki ott ül a térfigyelő kamera mögött, én ezt konkrétan tapasztalatból tudom, annak is megfordul a fejében, tisztelt a kivételnek, hogy ha mondjuk, mit tudom én, lát valakit egy étterem teraszán, és mondjuk azzal, és halálosan unatkozik, és akkor mit tudom én az étterem teraszán, te mondjuk adott esetben alkoholt fogyasztasz, akkor abból akár lehet egy kis habos történetet is rittyenteni, ízlés dolga, meg egyébként kíváncsiság dolga, meg egyébként annak a vélelemnek a dolga, hogy piacképes-e az az információ, tudok-e valakinek valamit adni ezért, vagy ennek fejében valamit elvárni. De ezzel nem akarom bagatellizálni, és felejtsük is el, mert én szerintem ez, ami most történik, ez egy borzasztó súlyos história, és egyébként is összefügg azzal a ténnyel, hogy az állam a médiát nem csak szerkezetében, struktúrájában akarja magához ragadni, pontosabban az államot, hogy jelenállás szerint bitarló hatalom, hanem egyébként személy szerint és darabra, akit nem tud megvenni, ezt meg kell félelmíteni. Pont. Én egyébként azon gondolkodtam, hogy ha az újságíró, oknyomozó újságíró és nagy ügyeken dolgozott, akkor már, ha csak ennyit tudunk róla, azt feltételezzük, hogy azért nem egy majrés
ember, aki azt mondja, hogy hú, ez nagy ügy, inkább akkor ezt ne írjuk meg. Mániát is. Tehát, hogyha ez az ember ilyen ügyeken dolgozik, akkor miért feltételezte bármelyik titkos szolgálat, hogy őt majd be tudja szervezni, és hogy ez az ember innentől kezdve azt mondja, hogy na, akkor hagyjuk a munkámat, és inkább maguknak segítek. Tehát, hogy akkor őt nagyon meg kellett zsarolni, nem? Tehát, erre ilyen, vannak ilyen panelek, hogy pontosan tudják, hogy akkor férjel, feleséggel, gyerekkel, anyóssal, apussal, kivel kell támadni? Azért, mert a titkosszolgálati logika így működik. Azok az emberek, akik ebben a világban élnek, azok így gondolkodnak, és így működnek. Akkor indulnak ki, hogy mindenki megvehető. Egyébként most azért, ahogy a példa mutatja, tévedtek. Tehát azért ebben benne van a tévedés is, meg az elrontás lehetősége és esélye is. Ellenben nyilván abból a hipotézisből kell kiindulni, hogy egy, van az a pénz, mindenki megvásárolható, ebből kell kiindulni. És abból nem lehet kiindulni egyébként, hogy és tényleg csak mondjuk elemi hollywoodi műveltséggel, vagy egy picit az irodalom ismeretében lehet azt tudni, hogy egészen reménytelen dolgot is meg tudta oldani. Persze, és van még egy nagyon fontos szempont szerintem, hogy a titkosszolgálati emberek is a 2000-es, 2010-es évek Magyarországán élnek. Ja. Ugyanazokat a lapokat olvassák, mint mi, ugyanazokat az internetes szájtokat, tévéket fogyasztják, mint mi. Következésképpen azt látják a világban, hogy mindent szabad, hogy mindent lehet. Minden hogy eladó. Semminek nincs. Minden eladó. Hogy nem magánakciók, hát erre nyilván megbízást kap. Minden eladó. Egy titkos szolgálati beosztott. Persze, de hogyha abban a közmentalitásban mozog, hogy mindent lehet, nincs semmi fék, semmi gát, hát akkor ő is így fog dolgozni. Akkor ő is azt mondja, jó, hát mindent lehet. Annyiban jobb a helyzet, hogy nem nyugodjon ki a vége. Azért fejlődött a világ. Hogy nem? Hát nem nyugodjon ki a vége. Ja. Igen, ez óriási dolog. Nem kémkedésért kerülnek emberek bíróság elé, és nem végzik ki őket. Ez olvastátok a MT-nek kiadott belügyminisztériumi közleményt? Hogy? Egyrészt azt már ugye itt idéztem többször a nézőknek, hogy ez szerintem média történeti esemény, amikor valaki a saját munkájáról azt írja le, hogy hibátlanul dolgozom, az kisfokú önbizalomra van. És félelemkeltő. Azt nem írta. Tehát a nemzetbiztonsággal szervek, a magyar törvények és jogszabályok betartása hibátlanul végzik a tevékenységüket, csak aztán ez a közlemény nagyon hamar áttér arra, hogy itt külföldi szervezetek, vagy államok, és nemzetek, és kémek, és lehet, hogy nem igazán értettem, hogy mit akar a BM a közleményével, de itt a háromnegyed részében a kém történetről ír. Hát tudod, egyébként ez is azt mutatja, hogy a hibátlanul dolgozó intézmény, úgy különben én nem vagyok ebben egy szakértő, de szerintem egy totál dientáns sajtóközleményt adott közre, azzal, hogy itt elkezdte egyébként az ügynek a részleteit felfejteni, hát és én igazából miután ebben a városban élek, amikor ezt elolvastam, akkor ültem fenékre, és azóta is fenéken ülök, és nézek. Mert akkor leesett, hogy bambán, mi az ügy? És hát leesett a történet. Uh-huh. Amit egyébként vélhetőleg nyilvánvalóan az oknyomozó írásjárás jellegéből adódóan össze lehet rakni, hiszen ahhoz, hogy az ember kialakítson ezzel egy hipotézist, hát ezeknek a dolgoknak, mondjuk az oknyomozásnak a nyomait lehet érzékelni. Szerintem ennek alapján erre a történetre, ebben a városban ez a szerencsétlennek az a peche, hogy tucat számra emberek ráismertek. A BM közlemény után? Hát azt tudja, igen. Nem, a BM közlemény alapján. Alapján. Miközben igen, a szándék az ellenkező. Ez így volt, hogy addig, amíg ezt nem olvastam el, én úgy készültem, hogy körülbelül ott tart az álláspontom és az ülésponton, mint amit a Kende Péter elmondott. Csak hát ugye, hát most mit csináljak itt? Összeraktad a mozaikokat. Igen. Illetve hát gyakorlatilag kellett egy közleményes sőt, hát mozaik. Ugye addig, ameddig a közlemény nem jelent meg, még azt is hittem erről az egész históriáról, hogy hát igen, vagy nem, és lehet, hogy nem is
annyira fontos. Most már halál fontos, valakit tájékoztatni akartak egyébként is értesíteni. Annak az összefüggésnek egyébben, amit a Kende mondott, hogy itt egyébként ebben a kicsin kis országban annyi titkos szolgálat, amit a baj, már elnézéseteket kérem, de az a baj, hogy oltári nagy disznóság, amit most itt műveltek, tudnék, a nézők egy kukkot nem értenek szerintem ebből. És ez azért nem korrekt a nézőkkel szemben, mondom a műsorvezető székébe átülve hirtelenség. Annyit kell megérteni, hogy miután a belügyminiszterem kiadott egy közleményt, és senki föl nem vetette egész odáig a kémkedést, mint olyat, de a belügyminiszterem szinte végig erről ír, Csintalan Sándor, aki egy tájékozott ember, és általában mindig mindent tud mindenről. Ez az abszolút az eset. És hibátlanul dolgozik. Egyszerűen összerakta a képet, tehát ő rájött magától, hogy milyen ügyön dolgozhatott az az újságíró. Nyilván voltak az újságok, oknyomozó újságok nyomai vannak, hogy fogalmazott. Tehát összerakta a képet, hogy kinek fájhatott az az ügy, ami az újságíró dolgozott. Szerintem ezt mindenki értette. Tehát, hogy ez nem beszéltünk régóban. És ez gáz. És ez az információ, hogy ez egy gáz. Hát ezeken végszónak tökéletes. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.